Tisztelt ünneplők, az ünnepi közgyűlés kezdetén énekeljük el az SBTC indulóját. Elém van mindig a szívünk, bárki az ellenfél, az SBTC-11. Mindig a győzelemre megy. Három négy gólt meg napon át, súg a négy, súly hajrá, jól vigyáll. Tüske szétzásom halomot, még a két év is mosolyom. Tisztelt vendégeink, tisztelt ünneplők! Ma már erre volt példa. Telefonon köszönti a közgyűlést Ferenc Gyula, az SBTC 100 alapítvány kuratóriumának elnöke, egykori élvonalbeli labdarúgó, aki szervező munkájával az egész éves emléksorozat motorja volt. Azt hiszem, hogyha ilyen összefogásra képes a városa vegye, akkor az SBTC-ről elmondhatjuk, hogy nem csak múltja, jelene, de a jövője is van. Hajrá, Szécé, hajrá, Salgótarján! Köszönjük szépen, és Ferenc Gyulának mielőbbi felépülést, és jó egészséget kívánunk! Tisztelt ünnepi közgyűlés, elsőként felkérem nyitóbeszéde elmondására Szalai Miklós olimpiai bajnok labdarúgót, az SBTC 100 alapítvány kuratóriumának tagját. Kedves vendégeink, sok szeretettel köszöntöm Önöket a mai jubileumi rendezvényünkön. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy az SBTC 100 alapítvány kuratóriuma nevében köszöntem Önöket. Elmondhatom, hogy ez nehezebb feladat számomra, mint a számtalan mérkőzés bármelyike. Az SBTC 100 alapítványt 2019 évben hoztuk létre salgótarjáni volt sportolók. Az alapítvány célja az SBTC Sportegyesület alapításának 100. évfordulójának méltó megünneplése és a jubileumhoz kapcsolódó kulturális, sport és egyéb rendezvények megszervezése és lebonyolítása. Az alapítvány munkáját 7 fős kuratórium szervezi. Az elnöki teendőket Ferenc Gyula látta el, kinek innen is mielőbbi gyógyulást kívánunk. A tagok Bást István, Répás Béla, Szalai Miklós, Kmetti József, Botos András és Mecser Lajos. Munkánk során arra törekedtünk, hogy a különböző szervezett programokban szerepet kapjon az SBTC mind a 12 szakosztálya, az asztalitenisz, az atlétika, a kerékpár, a kézilabda, a kosárlabda, a labdarúgás, az ökölvívás, a röplabda, a sakk, a természeti járás tájékozódási futás, a torna és a vívás. A vírus helyzet ellenére próbáltuk egy jeles évfordulóhoz méltó rendezvényeket, programokat szervezni. Eddig rendeztünk öregfiúk labdarúgó tornát, az SBTC öregfiúk vendégén látta a színész válogatottat, emlékkönyvet adtunk ki és emlékkiállítást szerveztünk. A különböző események még az emlékév végéig, 2020. december végéig folytatódnak. Köszönöm a munkánkat segítő közreműködőknek, az áldozatos tevékenységét és támogatóinknak, akik biztosították programjaink anyagi hátterét. Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelik jubileumi közgyűlésünket, a programhoz jó szórakozást kívánok!
Felkérem Fekete Zsolt urat, Salgótarja megye jogúváros polgármesterét, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplők, tisztelt sportbarátok! Salgótarján megyei jogúváros önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket az SBTC centenáriumi ünnepségén. Salgótarján sporttörténete szorosan egybeforrt a Stécével. Csodás diadalok, aranykorok, lejtmenetek, visszatalálások, olimpikonok, szakosztályok, bajnokságok. Akiben Stécé szív dobog, az egyes szavak, témakörök hallatán mindenről tudna külön-külön is órákat beszélni, ódákat zengeni. Néhol hihetetlenül büszkén, néhol keserű szájízzel. Mert nem minden fekete és fehér. A Fekete-Fehér Egyesület 100 éve tündököl, meg annyi színben. 100 év tiszteletre méltó kor, és most abban az örömben van részünk, hogy sportbarátok, szurkolók, városlakók együtt köszönhetjük a 100 éves egyesületet, az SBTC-t, melynek neve alapján is jól cseng, neve hallatán is jól cseng a hazai sportéletben. Bár tisztában vagyok azzal, hogy a legtöbben azt szeretnénk, ha salgótarjáni foci csapat ismét élvonalbeli, országos hírű lenne. A klubnak a 100 év során 11 szakosztálya működött. Kiválóságok sora nevelkedett az ökölvívóknál, a labdarúgóknál, de elismerésre méltó eredményeket értek el az asztali teniszezők, az atléták, a kézi kosár és röplabdázók, a sakkozók, természetjárók, a tornászok és a vívók is. Az én bányász szívemnek különlegesen kedves, hogy bár az egyesület neve az eltelt 100 évben többször változott, a Stécé címerében megalakulása óta látható a két egymást keresztező kalapács. Ez utal településünk bányászmúltjára, a bányavállalat hosszú évtizedeken át tartó támogatására, és utal az összetartozásra is, hiszen 2001 óta Salgótarjáni Barátok Tornaklub a Stécé hivatalos neve. Napjainkban a futballcsapat harcol a győzelemért, az előrejutásért az egyesület színeiben. A többi szakosztály az idők során sajnos elkopott. És nagyon bízunk abban, jó magam is buzdítom a csapatot a hazai meccseken, hogy az SBTC megállja helyét az MB3-ban, és idővel még feljebb tudjon lépni. A centenárium alkalmából ehelyről is köszöntök minden egykori és jelenlegi sportolót, sportvezetőt, edzőt, segítőt és támogatót, akik hozzájárultak a klub sikereihez, működéséhez. Gratulálok a szervezőknek, a Stécé 100 rendezvényeinek, kiadványainak megálmodásához és az elvégzett munkához. Fekete és fehér között 100 000-nyi szín. Büszkeség a győzelemben, de büszkeség a vereségben is. Hiszen helyén van mindig a szívünk, bárki az ellenfél. Boldog születésnapot, Stécé! Megkérem Győr Béla urat, a Magyar Olimpiai Bizottság Magyar Olimpiai Akadémiája főtitkárát, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Tisztelt képviselő urak, polgármester úr, hölgyeim és uraim!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, a Magyar Olimpiai Bizottság és az általa működtetett Magyar Olimpiai Akadémia tanácsa nevében a STC 100. évfordulóján. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy meghívást kaptunk, és hogy itt lehetek. Nagyon rám bízta Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, hogy feltétlenül adjam át üdvözletét mindenkinek. Ő az ország egyik másik szegletében van éppen, ahol az olimpiai eszmét, annak a csiráját próbálja elültetni. Szerencsére a Magyar Olimpiai Bizottság vezetése is azt vallja, amit én is, hogy ettől a helyzettől nem félni kell, tehát ne nagyon féljünk ettől a vírustól. Megvannak azok a dolgok, és látom, hogy itt is mindenki betartja, hanem kezelnünk kell ezt a helyzetet. Ezért is örülök, hogy igaz, hogy elhalasztva májusról, de most meg tudják tartani, és itt lehetünk ezen az ünnepi közgyűlésen. A Magyar Olimpiai Akadémia fő feladata az, hogy az olimpiai eszmét ápoljuk, az olimpiai eszmét továbbvigyük, és a jövő nemzedékébe ezt a csírát elültessük, tehát a múlt, a jelen és a jövő is a feladatunk. Ebben nagyon nagy segítségünkre volt az Egyesület két olimpiai bajnok tagja, mert Básti István és Szalai Miklós. Az első kérésünkre ott vannak a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Olimpiai Akadémia rendezvényein, ahol az olimpiai eszmét hirdetik. Ott voltak a nyári táborainkban, ahol az ország minden részéből sok-sok gyerek hallgatta a szavaikat. A MOB és a Magyar Olimpiai Akadémia rendezvényein, vándorgyűlésein. Szívesen jövünk mindig Salgótarjánba is, és hát nagy öröm a számomra, hogy itt láthattam nem csak őket, hanem a Botos testvéreket, Mecser Lajost, tehát azokat az élő legendákat, akik még a Egyesületnek a hírnevét nem csak képen, nem csak emlékbe, hanem a napi életben is tovább viszik. Tisztelettel szeretném megköszönni ezt mindnyájunk nevében azzal, hogy szeretném átadni, és kérem Babiák elnök urat, hogy az Egyesület nevébe vegye át a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsa tiszteleti jelvényével szeretné kitüntetni az Egyesületet 100. évfordulója alkalmából. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, önöknek pedig kitartást ebben a helyzetben, jó szerencsét, ugye, mert bányászhelyeken ezt szokták mondani, és főként jó egészséget kívánok mindenkinek. Ünnepi közgyűlésünk folytatásaként kérem Vámos Tibor urat, a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyigazgatóját, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt ünnepi közgyűlés, hölgyeim és uraim, kedves sportbarátaim! A Magyar Labdarúgó Szövetség nevében megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves vendéget a Salgótarjáni BTC 100. évfordulójára szervezett ünnepi közgyűlésen. Én úgy gondolom, nagyon fontos nap ez a mai, hiszen mintegy 100 éve a sportot szerető helyi emberek a sportélet fellendítése érdekében létrehoztak egy klubot, kezükbe vették az egyes sportágak fejlesztését, versenyek rendezését. Ezzel civileknek, itt lakók ezreinek adtak hitet, pozitív példát mutattak a jövő generációnak. Csak tisztelettel és úgy gondolom érzelemmel szabad beszélni az elmúlt 100 év eseményeiről tehát. Az irodalmi Nobel-díjas amerikai író Ernest Hemingway idézetével szeretném kezdeni ünnepi köszöntőmet. A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát
mindenre megtanít. És valóban engedjék meg, hogy pedagógusként hangsúlyozzam, hogy a sport valóban nagyon fontos szerepet játszik minden ember életében. Legyen szó élsportolókról, lelkes amatőrökről, vagy csak a hőnszeretett sportág jeles képviselőinek nyomon követéséről. A sport nem csak személyiségformáló, vagy élettani hatásai miatt meghatározó, hanem azért is, mert egy olyan nemzetközi nyelv, amely minden nemzet életében központi szerepet tölt be. A sport nem csak azért fontos, hogy legyen kinek szurkolnunk az olimpián, a versenyeken, a sport ugye társadalmi kérdés. Hiszen az a gyerek, az a felnőtt, aki rendszeresen sportol, jobb fizikális, jobb egészségügyi állapotba kerül, jobban teljesít az iskolában, a munkahelyén, pozitív életközösség tagjává válik, amely távol tartja a káros szenvedélyektől, hasznosan vezeti le a felgyülemlő feszültséget, lelkileg és szellemileg is kiegyensúlyozottabbá válik, tudatosabban éli az életét. Nem sok olyan dolog van tehát véleményem szerint, ami annyira előremutató, mint a sport. Aki a sportpályán megtanulta a küzdést, a szabályok betartásának fontosságát, az ellenfél tiszteletét, a bírói döntések elfogadását, az megtanult veszíteni és nyerni. Az igazi sportember képes a vereség után újra felállni és tovább küzdeni. A sportban megtanulunk társainkkal együtt egy célért küzdeni, alkalmazkodni egymáshoz és a változó feltételekhez. Mindezen tulajdonságok egy életen keresztül kísérik el azokat, akik ezt fiatalon megtanulták. A 100 év, érdemes ízlelgetni ezt a szót, centenárium, hosszabb idő, mint egy emberöltő. Igen jelentős a történelemben, hiszen 1920 és 2020 között, bár például az első világháborút nem kell említeni, világgazdasági válság, a második világháború, egypártrendszer, gazdasági változások és válságok mind-mind befolyásolták mindenkinek az életét, úgy gondolom ennek a klubét is. Tisztelt ünneplő közönség, megtisztelő és felemelő érzés itt állni önök előtt, és visszatekinteni a sportegyesület elmúlt 100 évére, a múltra. Én úgy gondolom, hogy a sportnak jelenleg is nagyon meghatározó szerepe van ennek a városnak az életében, most a jelenben, és így volt ez a múltban is. Nagyon jó érzés azt tudni, hogy élnek a városban sportot szerető, támogató emberek, akik anyagiakat és szabadidőt sem sajnálva hozzájárulnak ennek a működéséhez. Ezért köszönetet érdemelnek, mint ahogy köszönetet érdemelnek a sportolók, edzők, szervezők, a sportkör vezetősége és természetesen a drukkerek is. A Labdarúgó Szövetséghez eljuttatott meghívón szereplő névsor, a klub egykori legendáinak nevei igen tiszteletet parancsoló. Az SBTC a magyar sportnak olimpiai bajnokokat, világbajnoki érmest, például az aranycsapat játékosát is adta, és számos kiválóságot. Tudomásom szerint az SBTC volt az első bányászcsapat, amelyik a legmagasabb osztályban szerepelt akkor Magyarországon, nyilván itt a labdarúgásra gondolok, és nagyon sokáig meghatározó szerepet játszó csapatok közé tartozott. 5-ször volt a vidék legjobbja, 4-szer jutott be a Magyar Kupa döntőjébe, egyszer pedig indult az UEFA kupában is. Engedjék meg, hogy néhány személyes élményemet is megosszam önökkel, hiszen édesapám nógrádi származású, nekem is van némi kötődésem, gyerekkoromban gyakran jártam erre. Aztán engedjék meg, hogy egy kedves történettel talán hangsúlyozzam, hogy az országunk más részein is mennyire ismert és elismert volt például az én gyerekkoromban a Salgótarjáni BTC. Nagyon gyakran szomszédoltam, hiszen nálunk nem lehetett csak az egyes csatornát fogni, a kettes nézni, át kellett menni a szomszédba. A szomszédba volt színes tévé, és egy olyan kedves szomszéd bácsi, a Feri bácsi egyszer elmondta nekem, hogy ő a Stécében focizott. Nagyra kerekedtek a szemeim, és nem tudtam elképzelni, én ugyanis Székesfehérváron gyerekeskedtem, hogy Feri bácsi hogy került volna Salgótarjánba. Aztán kiderült, hogy ez a TC, ez a Fejér megyei Sárbogárdi TC-t jelenti, de én azt gondolom, hogy az én érzéseim, benyomásaim is azt hangsúlyozzák, hogy igenis országosan ismert klub volt, és ma is az, az SBTC. Focit szerető, figyelő gyerekként az eredményeket próbáltam mindig nyomon követni, aztán amikor játékvezető lettem, és a szamárlétrán felfelé haladva eljutottam a
második MB2-es mérkőzés vezetéséhez. 1996-ban az itt történt, 0-0 lett az eredmény, viszont 9 sárgalapot adtam, mondták, hogy ez egy oroszlán barlang, és ezt meg tudom erősíteni. És aztán a jelenhez térve, amikor abba hagytam az aktív sportpályafutásomat játékvezetőként, és a Magyar Labdarúgó Szövetségben először külsősként, aztán most már belsősként dolgozom, a Grassroots Fair Play és Kisebbségi Bizottság vezetése közben egy olyan kitűnő munkatársal leltem és sportbarátra, mint Répás Béla, aki a megyei társadalmi elnök is, szövetségi ellenőr, és én azt gondolom, hogy a magyar labdarúgásnak ő is egy nagyon fontos és kiemelkedő egyénisége. A Labdarúgó Szövetség nevében én még egyszer köszönöm szépen a meghívást, azt a megtiszteltetést, hogy itt állhatok most önök előtt. Szeretnék gratulálni az eddigi és az ezután következő eseményekhez előre is. Jó volt látni az eddigi színvonalas megemlékezést. Én sikereket szeretnék kívánni mindenkinek, elsősorban a klubnak. Boldogságot, jó egészséget mindannyiunknak, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dr. Csongrádi Béla több tisztségében is szól önökhöz. Közíróként, több SBTC témájú könyv szerzőjeként, a Nógrád megyei hírlap nyugalmazott felelős szerkesztőjeként és az SBTC örök szurkolójaként is. Abban megegyezünk Fekete Zsoltal, hogy én is leveszem a maszkot, de ő föltette a szemüveget, én pedig leveszem, ahhoz, hogy tudjak olvasni. Még mielőtt mondandóm lényegi részére térnék, meghatottságomnak adok hangot, soha nem gondoltam volna, hogy én valaha egy ilyen kiváló játékvezető után, akit addig csak a tévében csodáltam Kassai Viktor oldalán, vagy mellett, én valaha szerepelhet, egyáltalán megismerhetem a szép gondolatait, és utána szólhatok. Köszönöm a lehetőséget a sorsnak. A világon számon tartott összes élőlény közül egyedül az ember rendelkezik az előrelátás, a tervezés képességével. Tudása, tapasztalata alapján fel tudja mérni, hogy mit szeretne megvalósítani. Előfordul azonban, nem is kevésszer, hogy tőle független tényezők megakadályozzák, vagy jobb esetben módosítják elképzeléseit. Lehetetlen számba venni, hogy hány forgatókönyvet írt át a senki által nem kívánt pandémia, amely miatt a jelen ünnepséget is, amelyet a TC centenárium alkalmából hívtunk össze, május 13-áról, az alakulás konkrét napjáról mára, az első bajnoki mérkőzés 100. évfordulójára kellett halasztani. A cél azonban nem változott. Méltóan emlékezni, amelyet szintén csak az ember tud, egy csapatról, egy emblematikus egy sportklubról, amelynek életre hívása nem csak meg is előzte 3 évvel Salgótarján várossá nyilvánítását, de szervesen össze is fonódott létével. És hogy milyen különleges év volt az 1920-as. Mi sem bizonyítja jobban, hogy akkor jött a világra a lengyel Károly Wojtyla, az évtizedekkel később Szent János Pál pápa néven világszerte nagy tiszteletnek örvendő római katolikus egyházfő, és abban az esztendőben itt, Salgóbányán született a legendás magyar színművész, a helyi színház névadója Zente Ferenc is. Sajnos népünk, nemzetünk sors tragédiája is fűződik 1920-hoz. A számunkra több, mint méltánytalan trianoni békeszerződés
június 4-i dátumához. Mélyen tisztelt sportbarátok, kedves TC hívek! Szeretettel, és minden jelenlévő tudja, hogy miért, jó szerencséttel köszöntöm valamennyiüket, mint nagy családunk tagjait, és köszönöm a sorsnak, hogy itt és most szólhatok önökhöz, akinek az élet bizonyos szakaszaiban ugyanazt jelentette közös szerelmünk az SBTC, mint számomra jelenti a 100-ból immár 70 esztendeje. Igen, már kisgyermekkoromban ott szorongtam édesapámmal a Salakos pálya állóhelyi részén, vagy ha éppen nem volt pénzünk a belépőre, akkor a falelátó mögötti hegyről kukucskáltunk a pályára, de onnan jószerivel csak a kapuk voltak láthatók, bár mint tudjuk, az a legfontosabb. Legtöbbször vonattal utaztunk a főtérre a nagy állomásról, és ha a környékbeli szurkolók elfoglalták már a lépcsőket is a vagonokon, akkor lévén jóapám vasutas, a mozdonyra szálltunk fel, hogy időben odaérjünk a meccsekre. Jeles vendégünknek, Szőlősi Györgynek külön is ajánlottam, mielőtt elköszönt, egy 1950-es emlékemet. December 10-et írtunk, és igazán zord idő volt. A pályánkat sok víz és sártenger borította. Míg az is felmerült, hogy elmarad a Honvéd elleni mérkőzés. 7 évtized távlatából élénken él bennem az a kép, amint az elegánsra fésült kapitány, Puskás Ferenc egyedül kijött megvizsgálni a terepet, nem a játékvezetők, kedves Vámos úr, dekázott néhányat, és kiintett a 6000 várakozó nézőnek, vállalják a játékot. Jelzését a közönség üdrivalgással fogadta, bár a meccs végén lohadt valamelyest a lelkesedés, ugyanis a kispestiek 6-0-ra nyertek, a Szojka Ferencet már, Vilezsár Oszkárt, a későbbi Fradi kedvencet még soraiban tudós TC-nek. A gólok közül Puskás 2-t lőtt, 1-1-et pedig Kocsis és Budai 2, az aranycsapat másik 2 kiválósága szerzett. Számos ilyen több évtizedes emléket, a Honvéddal kapcsolatban persze kellemesebbeket is őrzök, és talán ez a folyamatos, őszinte, érdek nélküli hűséget elismerendő adatik meg éppen nekem, hogy szeretett együttesünk, amely elsősorban labdarúgó csapatként jött létre, és ezen mód lett ismert, elismert szerte az országban, sőt határainkon túl is, noha más sportágak képviselői is sok sikert értek el történetét, múltjának néhány lényeges, meghatározó epizódját felidézzem. Olá Géza, Kis Gyula, Kmetti József, Varga Sándor, Sági László, Szojka Ferenc, Répás Béla, Básti István, Bablena László, Csuberda Ferenc, Taliga Ferenc. E nevek hallatán nyilván sokakban felvetődik, hogy milyen névsor ez, hiszen ebben az összeállításban soha nem szerepelt, nem szerepelhetett a közkedvelt és közismert becenevén és TC-ként emlegetett klubcsapat. Nem, persze, hiszen más-más korosztályok képviselői kerültek egymás mellé. Az abszolút gólrekorddel, 150 találattal Csuberda Ferenc 39 és 55 között, Sági László pedig 83 augusztusától a 2000-es évek elejéig volt a TC kiváló játékosa. Igen, ez így van, de az is igaz, hogy ez az SBTC válogatottja, legalábbis abban az értelemben, hogy egy-egy poszton, a korábbi szisztéma szerint, kiszerepelt legtöbbet
az elmúlt évtizedek során. Ők is sok is elismerést érdemelnek a klub melletti kitartásukért, még ha a mai napon a legnagyobb tisztelet hangján azokról kell szólni, akik 1920. május 13-án a helyi ipartestület székházában, a későbbi József Attila művelődési központban, illetve a zeneiskola létrejötte színhelyén, az úgynevezett patakparton megalapították a Salgótarjáni tornaklubot. A kezdeményezők Ejzele Otto és Nagy Elemér bányamérnökök voltak. 26-an számítanak alapító tagoknak. Közülük a Krónika, Angyal József, Antal László, Kökény Gyula, László Imre, Lichtner Antal, Ligeti Győző, Olaj József, Papes József, Takács Ferenc és Tóth Kálmán nevét őrizte meg. Elnöknek Vlacsil Bélát választották, védnök Róth Flórián bányaigazgató lett. Az egyesületnek az első felfújható labdát Takács Ferenc szerezte, a fekete-fehér színű felszerelést, mint hogy nem volt más. Gottfried Antal hentesmester adományozta a labdarúgók számára. A tagság közvetlen anyagi támogatásért a Salgótarjáni Kőszépbánya RT vezetőségéhez fordult. A támogatás feltétele az volt, hogy a tornaklub egészítse ki a nevét a bányatelepi jelzővel. Miután ennek semmi akadálya nem volt, így az egyesület körbélyegzőjére már így került a név. Közepén egy kettős, egymáson keresztbe tett bányászkalapács volt látható, alatta az 1920-as évszámmal és az SB monogrammal. A bányavállalat egyéb iránt azért is vállalta a klub támogatását, mert számára is kötelező volt a küszöbön lévő 21 évi sporttörvény, amelynek értelmében a legalább 50 főt foglalkoztató gazdasági egységeknek az ifjúság hazafias nevelése értelmében érdekében sportolási lehetőséget kellett biztosítani. Másrészt az is nyílt titoknak számított, hogy az RT-nek és tágabb értelemben a hazának edzett, jó munkabírású dolgozókra volt szüksége. Akkoriban Salgótarjánon kívül főként Baggyasalján, Kisterenyén, Mátronovákon, Nagybátonyban, Zagyvapálfalván volt jelentősebb sportélet, de a kisebb bányásztelepüléseken is sorra alakultak meg az egyesületek, amelyek részben konkurenciát jelentettek a STC számára, de sokkal inkább az utánpótlás biztosítása szempontjából játszottak szerepet. Az 1920. május 13-án létrejött labdarúgó csapat nagyon gyorsan. Június 22-én a 60 ellen lejátszotta az első barátságos, ha úgy tetszik, ahogy akkoriban mondták, erőfelmérő mérkőzését. Az SBTC-ben Gál József, Olaj József, Hibel, Vlacsil Béla, Zdravics, Nyergecs József, Spielberger László, Bzdúl, Kökény Gyula, Tóth Kálmán, Takács Ferenc összeállításban lépett a pályára. Mint érzékelhették, sajnos néhány játékos keresztnevét a dokumentumokból nem sikerült megtudni. Egyébként mindkét salgótarjáni gólt a 15 éves Spielberger László szerezte. Méghozzá úgy, hogy a legenda szerint bőrdarabkákat szögelt új korcsolya cipője talpára, hogy valódi futballcipőnek lássék. És az is, mint kuriózum említendő meg, hogy az alapítók közül játszott volna László Imre, a STC későbbi budapesti képviselője is, de lévén szemüveges, kénytelen volt játékvezetővé előrelépni. Így neki alig, ha kiabálták a nézők, hogy szemüveget a bírónak. Az első nemzetközi találkozót Zólyonban vívta a csapat, s 5-0-ás fölényes győzelmet aratott. Ugyancsak érdekes, hogy az új egyesület végleges alapszabályát
amely a labdarúgás mellett az atlétika és a vívás, valamint egyéb sportágak művelését is célul tűzte ki, csak 21. április 3-án fogadták el, tehát bőven a bemutatkozó és az első bajnoki meccs után. A 20-as évek elején a Magyar Labdarúgó Szövetségnek területi alapon 6 alszövetsége volt. Az SBTC 20-21-ben a Vidéki Országos Szövetség amatőr bajnokságában az Északi Alszövetség által szervezett Északi Kerületnek nevezett bajnokság első osztályában, a 60-i alosztályban indult. Az első bajnokin éppen ma 100 esztendővel ezelőtt, 60-ban a Téja ellenében, miután ott volt egy másik csapat is, sikerült 2-1 arányú győzelmet szerezni, de végeredményben csak az utolsó, a 7. hely jutott a csapatnak. A következő évben azonban már második lett az SBTC, már itt 22-től már Mátra vidékinek nevezett alosztályban 3-szor egymás után bajnok lett, és ennek jogán 25-ben átkerült az 1/A osztály Miskolci alosztályához. Azon év július 26-án adták át rendeltetésének az úgynevezett mászóházi pálya helyett a József bánya salakhányóján kialakított sportcentrumnak helyet adó pálya évtizedeken át volt a STC otthona. Itt egyébként az utolsó bajnoki mérkőzést a Dolinkai stadion felújítása miatt 78 márciusában a DVSC ellen játszotta, az akkor éppen MB2-es gárda, és 2-2 volt a végeredmény, vezettünk ugyan 2-1-re, de Dunai 2, aki éppen akkor Debrecenben játszott, kiegyenlített. Visszatérve a kronológiai rendre, azt kell kiemelni, hogy 32-ben a Mátravidéki alosztályban, egy évvel később pedig az Északi Alszövetség első osztályába végzett az első helyen a STC. Ez arra jogosította fel, hogy részt vehessen az országos amatőr bajnokságban, amelynek 33. július 23-i döntőjébe, ahol a Püspökladány és a Pécsi VSK legyőzése után 60-ban a Törekvés ellen játszott. Az első félidőben csak égi áldás, gól nem esett. A szép számú tarjáni szurkoló a nagy eső ellenére tempós TC kiáltással biztatta a csapatot, sokan vonattal, többen kerékpárral, de olyan is volt, aki gyalog tette meg ezt a 60 kilométeres utat, épp a TC érdekében. Az egyetlen gólt a 48. percben nem kisebb személyiség, mint a későbbiekben nagyívő pályát befutott Zsengellér Gyula szerezte. Ezt a bravúrt 35. július 21-én ugyancsak 60-ban megismételte a csapat, az UTE 2-1 arányú legyőzésével is, és mivel ez volt az NB1-es tagság nyitánya, érdemes felidézni az összeállítást is. A kapus Géci Pál nem mellesleg szapósom volt, őrizte, a mezőnyben a következők játszottak. Szabó István, Vágó 2 Károly, Takács 3 Béla, Valkan Flajos, Kecskés Károly, Dupák József, Túr, később Tátrai Sándor, Zsengellér Gyula, Ménik István, Bretter Béla. Mindkét gólt Túr, ha úgy tetszik, Tátrai rúgta. Az 1935-ös év az úgynevezett Korintián Kupa első megnyeréséről is emlékezetes volt. Az NB1-es szereplést 3-1-es szegedi vereséggel kezdődött. A második fordulóban, az első tarjáni meccsen a Sorokszánt viszont 4-3 arányban verték meg a hazaiak, a miénk. Valamennyi TC gólt, azaz mind a négyet, Zsengellér Gyula szerezte. Az edző Tomecskó József és Vágó Zoltán volt. Az első NB1-es szezon egyéb iránt nem sikerült túl jól, mert a 13. helyezés a kiesést jelentette. Viszont ismét elhódította a csapat a Korintián selleget, méghozzá a városi rivális, a SS-e ellenében.
A következő években a Profiliga második osztályában, majd a Nemzeti Bajnokság B osztályának keleti, majd felvidéki csoportjában szerepelt az SBTC. Az utóbbiban 1940 nyarán nyert bajnokságot, és újból az NB1-ben indulhatott, ahol folyamatosan 46-ig szerepelt. 1945. augusztus 20-án mutatkozott be az első TC játékos Vince Gyula a magyar válogatottban. Az Ausztria ellen 5-2-re megnyert mérkőzésen balszélsőt játszott Vince, gólt is szerzett. Csapattársai mellett az egykori stécista, ha már többször emlegetett Zsengelér Gyula, az évtizedekkel későbbi SBTC edző Lakat Károly, és az akkor először válogatott Puskás Ferenc is ott volt. A 46-os, 47-es bajnokságot az MB2 középcsoportjában megnyerte a STC, de óvások miatt 47. szeptemberében újra a második vonalban volt kénytelen kezdeni a szezon. De csak egy mérkőzés erejéig, hiszen a fellebbezését követően besorolták az NB1-be, ahol maradt egészen 1963-ig. E bő másfél évtized során a csapat 56-ban, a félbeszakadt bajnokságban, majd az egyfordulós 57-es bajnokságban, illetve a 60-61-es szezon végén a vidék legjobb csapata lett Szűcs György, illetve Titkos Pál edzők irányításával. Zsédei Sándor 1949. október 16-án volt válogatott. Szűkebb hazánk legendája, Szojka Ferenc pedig 54. június 17-én a svájci világbajnokságon került be először, majd azt követően még 27 alkalommal az aranycsapatnak nevezett nemzeti válogatottba. Más kérdést, hogy azt megelőzően már járt az 52-es Helsinki olimpián. Olá Géza 54-ben, Vasas Mihály és Bodor Tibor 58-ban mutatkozott be a magyar A-válogatottban. 60-ban az SBTC két játékosa, a most is köztünk levő Krajcsi József, gimnáziumi osztálytársam és sok évtizedes barátom, és Mencer Iván is tagja volt a Bécsben, az ifjúsági Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett magyar válogatottnak, mások mellett Mészöly Kálmánnal, Farkas Jánossal. 64-ben az SBTC Grosics Gyula edző vezetésével megnyerte az NB1-es bajnokságot, és egy év után újra a legmagasabb osztályban játszhatott. Bánkuti István 66-ban a TC-ből lett A-válogatott, Básti István és Szalai Miklós pedig tagja volt a 68-as mexikai olimpián győztes csapatnak. Szalai Miklós 72. januárjában az A-válogatottban is bemutatkozhatott. Az 1970-71-es bajnokság végén a Mór Ede, illetve Szabó Géza által edzett SBTC ismét a vidék legjobb csapata lett, majd a 1971-72-es bajnokságban eddigi legnagyobb sikerét elérve megszerezte a harmadik helyet, és képviselhette Magyarországot nemzetközi küzdőtéren. Az UEFA kupában 72. szeptember 13-án az AEK Athéntől a görög fővárosban az SBTC 3-1-re kikapott ugyan, ennek ellenére nagy érdeklődés előzte meg a visszavágót, amelyet az ország egyik legszegfekvésű pályáján, nem mi mondjuk, mások is, vagy nem csak mi mondjuk, a Dolinkain, akkor még Kohász, néhány éve már Szojka Ferencről elnevezett stadionban. Az eredmény azonban nem volt elég a továbbjutáshoz, e siker azonban változatlanul nagyon szépen csillog. Akik elérték, és még ma is köztünk vannak, csak azért nem sorolom fel a nevüket, mert itt és most jogos elismerésben részesülnek majd néhány perc múlva. A Nógrádi Szénbányák vállalat anyagi bázisának fokozatos csökkenése miatt több hónapos előkészítő munka után 77. decemberében 7 egyesület, az SBTC, SKS-e, SÜMS-e, ZIM
ST Ingatlan, ST Dózsa és ST Spartakus összevonásával megalakult a Város Nagy Sportegyesülete, a Salgótarjáni Tornaklub. A finanszírozás koordinálását az akkori városi tanács vállalta magára. Az STC azonban, amely ezen a néven és formában csak néhány évig volt képes funkcionálni. 77-ben újra kiesett a csapat az NB1-ből, igaz csak egy esztendőre, hiszen dr. Lakat Károly edző vezetésével megnyerte a 77-78-os bajnokságot, és gyorsan visszakerült a legmagasabb osztályba. Ott azonban már csak két évet volt képes eltölteni, és 1980-ban eddigi története során végleg elbúcsúzott az NB1-től, ahol összesen egy hián 40 évet töltött. 1988-ban az NB2-ből is kiesett a csapat, ahol 92-ben SBTC Salgas néven szerepelt újra egy esztendeig. A 93-94-es szezonban a Mátra csoportban megnyerte az NB3-as bajnokságot, és ismét az NB2-ben szerepelhetett, sőt, 95 júniusában osztályozó mérkőzéseket játszhatott a Parmalat SC-vel az NB1-be jutásért. Gondolom, sokaknak nem kell mondani, és főként nem Vámos Tibornak, hogy honnan való ez a csapat. A STC nagy harcban ugyan, de mind a Tóstrandon, mind pedig Székesfehérvárot vereséget szenvedett, és maradt az NB2-ben, illetve átszervezés révén 97-ben bekerült az NB1 B-be. Ott nem is szerepelt rosszul. Egyszer, 99-ben csak a fehér asztal melletti hivatali döntés fosztotta meg attól, hogy újra a legjobbak között szerepelhessen. A jelenlegi évezet küszöbén a csapat visszalépett az NB3-as mezőnybe, de onnan hamarosan a megyei első osztályig vezetett az útja. 2003 nyarán a Salgó-Öblös Faipar SC-vel való együttműködési megállapodás alapján jogot nyert az NB2-ben, majd onnan kiesve az NB3-ban való szereplésre. Az SBTC 2006 óta újra a megyei első osztályú bajnokságba soroltatott, 2007 óta pedig már saját jogán. Azóta változó sikerrel szerepel hol a megyében, hol az NB3-ban. Egy ideig egy budapesti cég szponzorálta a csapatot, nem különösebben nagy sikerrel, 2015 óta viszont a DVTK támogatásával működik, főként az utánpótlás képzésre koncentrál. A magyar, illetve korábban a magyar népköztársasági kupákban is letették névjegyüket a salgótarjáni labdarúgók. Előfordult, hogy a STC már az első fordulókban kiesett, többször eljutott azonban a negyed, illetve elődöntőkig, sőt háromszor egészen a döntőig menetelt. 43-ban és 58-ban az FTC, 67-ben pedig a Győr ellenében maradt alul, és lett ezüstérmes. Az imént hallott Ferenc Gyula, aki játszott a csapatban, és mások szavai szerint igazságtalan bírói döntés következtében. Az elmúlt évtizedek során azonban nem csak a labdarúgók, hanem más sportágak képviselői elérték, kivívták jelentős országos és nemzetközi szintű eredményeiket, figyelemre és elismerésre érdemes sikereiket. Különösen az ökölvívás terén. ABC-ben sorolva Botos András, Botos Tibor, Csonka Jenő, Farkas Sándor, Ranek Sándor, Révai György, Szerémi Andor, Vanó Sándor és mások révén volt több magyar bajnoka, válogatottja a klubnak, sőt Botos András az olimpiáig is eljutott. Helyi edzőik közül Pintér János munkája emelhető ki. Mecser Lajos hosszú távfutó és más atléták különböző rekordjaira is, magyar és nemzetközi rekordjaira is joggal lehet büszke a város, és a helyi sporttörténetbe, mint a ma megjelent kötet is rögzíti,
és a kiosztásra kerülő elismerések sora is bizonyítja, további csapatsportágak képviselői is beírták a nevüket. Tudom, aránytalanul kevés szó esett ma is róluk, mint ahogy általában is adóság az ő eredményeik részletes feldolgozása, számon tartása. A futballtörténet nem csak népszerűsége miatt ismertebb, hanem azért is, mert az eddig napvilágra került könyvek, köszönet újságíró, tolforgató kollégáimnak, barátaimnak, sora is főként a focival foglalkozott. Visszatérve a futballra, kijelenthető, hogy sok lelkes, segítőkész, mondhatni megszállott ember érdeme, hogy a labdarúgó csapat túlélt minden válságot, és az idei centenáriumi évben az NB3-ban szerepel. Lehetetlen számba venni, felsorolni, megemlíteni valamennyiük nevét, néhányukkal azonban érdemeik szerint feltétlenül kivételt kell tennem, akik dolgoztak a Stéci érdekében. Két család, a Takács és a Gáspár évtizedeken át volt aktívan jelen a Stéci labdarúgói életében. Annak idején sokat köszönhetett a csapat a játékos dinasztiákat is felvonultató familiáknak. Mint már említés esett róla, az 1993 tavaszán elhunyt László Imre alapító tag, hosszú ideig a Stéci budapesti képviselője és odaadó híve volt. Persik János, aki több mint 100 esztendőt élt meg, soha nem feledhető intézőnek számított. Az öltöző környékén hosszú éveken át segítette az eredményes szereplést Zelenka István, aki jó hosszú távfutó is volt, és a pattogató házaspár, amelynek sajnos már csak a hölgy tagja lehet köztünk. Külön fejezetet képez a Stéci krónikájában Pályer Zoltán, aki még 80 éves kora után is aktív főrendezője volt a klubnak, és különböző megbízatásokban csaknem 70 évet töltött az SBTC szolgálatában. A sajnos már ugyancsak eltávozott, nem túl régen, Mihalik Ferenc sokáig állt az öreg fiúk csapata élén. Az 1961-ben elhunyt Podhornik József, a Nógrádi Szénbányák vállalat vezérigazgatójaként volt patronusa a csapatnak. Utódja, a már szintén eltávozott Zsuffa Miklós, ha még a gazdasági helyzet engedte, ugyancsak jó támogatónak bizonyult. Miután a bázisvállalat végképp megszűnt, a rendszerváltozást követő évtized során sok áldozatot hozott a csapatért. Kakuk József, Kopka László, valamint Simon Imre és családja. Kakuk József még díjat is alapított, és több tucatnyi SBTC aranyérmet osztott ki az arra érdemeseknek. Tisztában vagyok vele, hogy fel kellene sorolni a volt klubelnököket, szakosztály és technikai vezetőket, elnökségi tagokat, edzőket, orvosokat, gyúrókat és mindazokat, akik tettek valamit azért, hogy ma itt 100 éves évfordulót ünnepelhetünk. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ilyen megbízások esetében, mint a jelenlegi, általában klasszikusoktól szoktam volt idézni, mint tette volt ezt Vámos úr is, amikor Hemingwayre utalt, és ma is élni fogok ezzel a gyakorlatommal. Most azonban kivételt is teszek, amikor egy ismeretlen rímfaragó, a Nagy Mérkőzés című 1965. szeptember 15-én a Fradi ellen Salgótarjánban 15 ezer néző előtt elért egy-egyes döntetlent követően papírra vetett versnek nevezett írományából idézek néhány nagyon jellemző sort. Bajnokoktól pontot nyerni különleges diadal.
lelkesedik örömében öreg és fiatal, mert úgy érzi, hogy a TC most szárnyakat bontogat. Meg sem áll, míg el nem hozza Ózdról is a pontokat. Jó játékkal a tabellán feljebb küzdik magukat, így szereznek dicsőséget és újabb TC tagokat. Engem is úgy megihlettek, íme a vers nem vitás. Ezek után a meccsre kijár az elpártolt krónikás. Nem tudjuk, ki volt. S láss csodát, a következő fordulóban tényleg győzött a TC Ózdon Básti István góljával 1-0 arányban. Jó magam, 2005-ben írtam egy kis könyvet Fekete-fehér igen címmel. Mindenki érzi, hogy a felsorolásból hiányzik a nem. Mert én a TC-vel összefüggésben nem ismerem, és soha nem is akartam megismerni ezt a tagadószót. Hitvallásom, amelyel szerencsére manapság sem vagyok egyedül, nem csak feljogosít, hanem kötelez is, hogy bízzak a csapat jövőjében, újbóli felemelkedésében, büszke szép zászlónk további lobogásában. És akkor mondandóm befejezéseként tényleg jöjjön egy nagy szellemtől kölcsönvett idézet. És nem is akárkitől. A Nógrád megyével szorosan összeforrott, 110 évvel ezelőtt elhunyt Nagypalóctól, Mikszáth Kálmántól. Csak a világ szűk nekünk a gondolataink, terveink, elméink számára. De a szívünk nem szűk egymás számára. Legyen ez a TC család tagjainak mottója, vezérelve. Köszönöm türelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplők! Az SBTC 100 alapítvány kuratóriuma szervező munkája kezdetén döntött egy emlékérem alapításáról és adományozásáról. Ezt az emlékérmet olyan sportolók és sportvezetők vehetik át, akik sportpályákon vagy fehér asztal melletti tevékenységükkel, sikereikkel, támogatásukkal elévülhetetlen érdemeket szereztek az SBTC sikereiben és fennmaradásában. 12 szakosztály kiemelkedő sportolóinak, sportvezetőinek és közreműködőknek adományozzák most az emlékérmeket. Az érmek átadásához a színpadra kérem Fekete Zsolt polgármester urat, dr. Huszár Máté, dr. Dániel Zoltán és Pataki Csaba alpolgármester urakat, Babják János urat, az SBTC elnökét és Boskó Béla urat, az SBTC egykori élvonalbeni labdarúgóját. Kérem a kitüntetteket, hogy nevük elhangzása után szíveskedjenek a színpad jobboldali lépcsőjén a színpadra fáradni, mert az elismerés átvétele után a színpadról a baloldali lépcsőn át tudják újra elfoglalni helyüket a nézőtéren. Az SBTC alapításának 100. évfordulója alkalmából az SBTC 100 alapítvány kuratóriuma döntése értelmében eredményes sportolói, illetve sportvezetői tevékenysége elismeréseként emlékérmet vehet át Juhász Katalin. Amennyiben nincs itt, természetesen egy későbbi időpontban fogja átvenni ezt az elismerését. Ugyancsak emlékérmet vehet át Kövendi József. Emlékérmet vehet át Mecser Lajos. Thank you.
ugyancsak emlékérmet vehet át Fritsch Tamás. Emlékéremmel jutalmazzák Zorga Zsuzsát. Ugyancsak emlékérmet vehet át Nagy István. Amennyiben nincs itt, úgy természetesen is érkezik. Ugyancsak emlékérmet vehet át Miskolci Katalin. Emlékéremmel jutalmazzák Pancsovai Nándort. Amennyiben nincs itt, természetesen egy későbbi időpontban őnek is átadjuk az elismerést. Emlékérmet vehet át Barta András. Ugyancsak emlékéremmel jutalmazzák Baranyi Gyulát. Jelzés szerint ő is egy későbbi időpontban veszi át ezt az elismerést. Emlékérmet vehet át Básti István. Emlékérmet vehet át Kajdi Tibor. Az elismerést fia vette át. Szintén emlékérmet vehet át Kmeti József. Emlékéremmel jutalmazzák Kovács Istvánt. Emlékérmet vehet át Loch Károly.
ugyancsak az Erdei Sándor szobrászművész készítette emlékérmet veheti át Répás Béla. Ismerik el Sáfrány Istvánt. Kéremmel ismerik el Szalai Miklóst. Emlékérmet vehet át Szőke István. Emlékérmet vehet át Varga Sándor. Ugyancsak emlékéremmel ismerik el Ferenc Gyula tevékenységét. Az elismerést lánya veszi át. Ugyancsak emlékérmet vehet át Szabó Géza. Emlékérmet vehet át Cserháti József. Szintén emlékérmet vehet át Krajcsi József.
voltak emlékéremmel ismerik el Horváth Gyulát. Szintén emlékérmet vehet át Patkó József. Egy későbbi időpontban fogjuk az ő emlékérmét is átadni. Emlékéremmel ismerik el Kakukk József munkáját. Ugyancsak emlékéremben részesítik Plahi Györgyöt, az elismerést lánya veszi át. Emlékérmet vehet át Simon Imre. Elismerését egy későbbi időpontban neki is eljuttatjuk. Ugyancsak emlékérmet kap Szepesi Antal. Emlékérmet vehet át dr. Csongrádi Béla. Szintén emlékérdemet érdemelt Potos András. Szintén emlékérmet vehet át Botos Tibor. Ugyancsak emlékérmet vehet át Ranek Sándor.
szintén emlékérmet vehet át Ipacs Lászlóné. Szintén emlékérmet vehet át Frink Ferenc. Ugyancsak emlékérmet vehet át Fritz Gyula. Az elismerést unokaöccse veszi át. Szintén emlékérmet vehet át Ampli Árpád. Amennyiben nincs itt, természetesen neki is eljutatjuk egy későbbi időpontban az elismerését. Emlékérmet vehet át Szabó Mária. És végül, de nem utolsó sorban elismerést vehet át Alá Krisztina. Szívből gratulálunk a centenáriumi emlékérmet átvett valamennyi sportolónak és sportvezetőnek. Az ünnepi közgyűlést követően szeretnénk őket egy csoportképen megörökíteni. Kérjük, hogy az ünnepség zárását követően szíveskedjenek ezt megvárni. Köszönjük szépen a díjátadóknak és a díjak átadásában nyújtott segítséget.